Üdvözlöm a Szerda Helyzet műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Köszöntök mindenkit! Jó meccs, gyönyörű gól, 3 pont, katartikus élmények a mérkőzésen és mérkőzés után. Ez a Szerda Helyzet most jó kedvű lesz. Hát igen, és kezdjük a nézőkkel, stadionnal. Ahogy fölrobbant a stadion egy gólnál. Hát ugye abban a fázisában esett a meccsnek a gól, amikor tényleg föl kell, hogy robbanjon, mert a hazai szurkolók azért egész meccsen kitettek magukért, és az megkoronázta ez a gól. A Krsztovics tud valamit. Tud hangulatot csinálni, tudja azt, hogy mikor kell berúgni. De hát ez öröm volt ott a stadionban. Most én is belevágtam a térdemet a betonba, ott egy picit a gól öröme volt. Szóval, és még a pudingosok is örültek vastában. Beszéljünk először az első félidőről. Az első félidő egy olyan téma, amiről az előző műsorokban beszéltünk, hogy jól lenne korrigálni rajta. Úgy néz ki, korrigáltunk, és meg elmondom a véleményemet, de először a tiéd az első félidőről. Hát korrigáltunk valamit rajta, de nem teljesen. Ugye az edzők is azt nyilatkozták, hogy tapogatózás volt, elég sok taktikai dolgot ott próbáltok belevinni, és megvárni, hogy mit fog futballozni az ellenfél. És ez a tapogatózás azt hiszem, hogy rányomja a jellegét a gulaféle taktikának, hogy egy picit visszaállunk, egy kicsit úgy nem futballozunk olyan frekvencián, amire a másik fél időben futballoztunk, amire rátettünk aztán. Hát ez jó taktika lehet, mert ugye Banská Bystricán, Beszedszebányán is hoztuk azt a 1-3-ot, és hát itt is megnyertük ezt a... Elég olyan meccset, amiben nagyon igazat adok a edzőnknek, hogy ez a nagy szombat ez teljesen egy-egyre rendezkezett be. Akár a edzőnek a utasításait is figyelve, csak mindenáron ne kapjunk gólt. Ez volt az elsődleges cél, és ez rányomta az első félidőre is a bélyegét. Vártam, hogy félidőben aztán úgy, ahogy szoktunk, egy nagyobb sebességre kapcsolunk, de még mindig nem. Úgyhogy ez a 56. 58. perc kellett ahhoz, hogy egy kicsit ott aztán dobjon a stíluson, meg a frekvencián. Maradjunk a csapatunknál, kezdjük talán a megint a hátvédsorral. Azt még hozzáfűzném, hogy azt hiszem, hogy ezen a mérkőzésen éreztem legjobban, hogy a csapat megértette azt, hogy mit akar a edzői stábunk, és talán megértették azt, hogy a nagyszombat nekünk mit jelent. Én nekem ez átjött, és láttam a gyerekeknek az arcán, és ez már nagyon jó. Itt nem volt a gólörömnél is, szóval ezt még hozzátenném, hogy talán egy olyan hozzáállás volt a mérkőzésre, ami egy nagyszombati meccset megillet. Ja, amit ellenfélnél láttunk, és tőlünk így, nem így, láttunk. Így van, szóval annak idején ugye voltak hiányosságok, szétszettük itt. És én úgy gondolom, hogy már megértették a fiúk, a gólöröm is mutatta, hogy mennyire felszabadultak a emóciók, szóval ezt láttam, hogy a csapat hozzáállása maximális volt. Hát a edzőnek a nyilatkozata nálam nagyon egyszerű volt. Olyat mondott, ami talán 6-7-8 perc... Kasparikról beszélünk. 8 perces olyan megingás volt a csapatunktól, amikor nem volt kontroll alatt teljesen a mérkőzés. Partiba voltunk, és ez mind az, amit átengedtük a teret az ellenfélnek, az egy taktikai húzás volt az edzőinktől, és aztán egy olyan taktikai húzást csinált, amikor hármas cserét csinált, és olyan játékosokat vett le, amik Kalmár Zsolti és Kácser, amikor én felszisszentem. Bevallom őszintén, felszisszentem, mert olyan fázisába vette le ezeket a tapasztalt játékosokat, és olyan játékosokat küldött, akivel természetesen frissítettünk, de a tapasztalat talán ide szólt volna Kácsérnak, meg Kalmárnak. És nagyon jó húzásnak bizonyult. Fölpörögtünk, és nagyon jó húzásnak. A Kácsér, az megjegyzem, hogy ott talán érthető volt, mert
megkérdeztem a infót a Krisztiántól, és mondta, hogy nem edzett. Szóval edzés nélkül lépett a hosszú pauza után, úgyhogy ott lehet, hogy le is kérte magát, hogy meg volt beszélve, úgyhogy valamilyen módon érthető volt edzés nélkül, nehéz végigjátszani 90 percet. De maradjunk, ott az a téma, Gasparik. Szerintem azt hagyjuk végére, kezdjük a hátvédjénket. Hát ugye én szerintem a legjobb ember a pályán Risvanis volt. Ez, amit ő most magára vett, egyik legjobb meccse még az a pár passz, amikor talán nem úgy sikerült, nem volt egy hullámhosszon két játékos, Risvanis és akinek passzolta a labdát. Szóval ezt is beleértve számomra Risvanis volt a legjobb ember, akár a Krsztovics gólját is beleszámítva, nálam ő volt a meccsembere, és vastagon. És hát most már, ha ilyen teljesítményeket fog nyújtani, akkor Risvanis így köré kell építeni azt a védelmet. Nem kell spekulálni, hogy ki a másik belső védő. Én szerintem van választék, de azt hiszem, hogy Kruzsiak nem mutat olyan formát, hogy talán Risvanis mellé oda merjük tenni. Én szerintem is felesleges megbontani ezt, és kiemelném még Anzuanát, aki egy teljesen offenzív futballistának hoztuk ide. És hát csináltunk belőle egy balbekket, és én szerintem nagyon jó teljesítmény nyújt, most már meccsről meccsre. Még azért ehhez hozzátenném, a védelmünkhez hozzátenném azt, hogy egy olyan Dimun teljesítményt, és annak ellenére, hogy Kácsa sérült volt, elkapott egy olyan első és másik fél időben is pár percet, amikor nem mondhatni, hogy rossz... Nem követett el annyi hibát, mint ahogy megszoktuk tőle passzokba, és nagyon jó defenzív dolgokat csináltok, és ez nagyban elősegítette a védelmünknek a jó teljesítményt. Pontosan. Nagyon jól szűrtek mind a ketten. Amire szükség volt, lett volna az előző mérkőzésen, nem volt, és most meglátni annak a hozadékát, ha nem csak egy, hanem két játékos jól szűr, az főleg első fél időben, de másik fél időben is megmutatkozott, abszolút aláírom, hogy a Dimun is látni, hogy tanul a Risvanis mellett. Risvanishoz két dolgot kiemelnék, amiről te beszélsz, abszolút aláírom, hogy mindkét játékos benne volt abban két-három rossz passzban. Az a játékos is, aki követte szerintem azt a felfogást, amit régebben láttunk a játékosoktól, és próbálja Risvanis őket késztetni, hogy ne álljon, ne álló helyzetbe várja a passzot, hanem menjen a labdával szembe, vagy keresse a területet, mutatkozzon, ami nem volt. Viszont a Risvanisnak ott akkor, ha látja, hogy támadnak, akkor nem kell belemenni passzba, mert lehet, hogy meg volt szokva arra, hogy mégiscsak a labdát le tudta passzolni a játékos társának, de itt nincs ez a kvalitás, hogy ezt reszkírozza. Igen, akarsz mondani valamit? Igen, szerintem ez a taktikai elemünk volt. Az, hogy Risvanis mélységből átrúgja a középpályát, néha-néha abban a fázisában a mélység, ez taktikai elem volt. És hogyha meg tudjuk előtartani abba a pozícióba, akkor tudunk Galmár Zsoltit és a Krisztovicsot megjátszani. Talán ez taktikai elem volt, nem biztos, de én úgy látom, hogy ez néha beiktatták ezt a taktikai elemet. Taktikai elem, de játékos társai nem várják jól a labdát, szóval jobban kell mutatkozni. És szerintem a Risvanisnak ő látja, hogy hátulról fut rá, meg kellene állni, és máshol vagy vissza. Szóval itt korrigálni kellene a Risvanisnak. Folytatjuk középpályával, ugye ott beszéltünk arról, hogy milyen rés van középpályán, és itt, ha nem a meccseket veszítjük el, hanem bizonyos fázisokba kiesik a játékunk, és az ellenfél előnyben van, de most egy pár dolgot változtatott, jött Kácser, aki kapott egy olyan pozíciót, ami ül neki, és egy kicsit más volt a középpálya is most. Az edzőnk arról beszélt, hogy annak idején, mikor lesérült Kácsér, hogy kiestek játékosok, és első név, akit megemlített, az a Kácsér, és ez magáért beszél az, hogy edzés nélkül és sérülés után
egy Nagyszombat ellen azonnal kezdőbe jelölte. Szóval nagyon bízik Kácsérba, bevallom őszintén, én nem nagyon, én kevésbé, mint az edzőnk, viszont a Kácsérnak a mutatott játék az első fél időben az a defenzív dolgok, amit Dimunnal megcsináltok, az nagyon, nagyon befolyásolták akár a mérkőzést is. Lefárasztottuk az ellenfelet, úgymond, megszűrtük, segítettünk a védelemnek, és ne felejtsük el, hogy a kifejelt labdákat azért nagy részét összeszedtük, és ez Kácsérnak és Dimunnak. Azokat a faulokat, amiket a kapu előteréből kinyomtunk, kitoltunk, azokat a pályának abban a részében megcsináltuk, azokat a apró faulokat, és ez nagyon szükséges egy ilyen mérkőzés, egy ilyen derbihez. Pontosan ezt kiemelném, azt a szót, hogy szűrés, nagyon jól csinálták mindketten, Dimunnal is, és Kácsér is. Szóval lehetett látni rajta, hogy ez nagyon ül neki ez a pozíció, viszont, és azt írtam neked a mérkőzés után, hogy ez viszont másik oldalon megerősíti azt, amiről itt beszéltünk, és hát a véleményed volt, és többször is hangoztattad, hogy az a másik feladat, ami a mérkőzések elején, illetve a szezon elején volt, az nem jön neki, mert most lehetett látni azt a kontrasztot, amikor előre ment, és előre passzolt, és nyitotta a támadásokat magasabban, illetve kiszállt abból a szűrő pozícióból. Sokat csinál az, hogy most már van Kalmár is, mert azelőtt nem volt Kalmár, viszont abszolút szerintem nagyon jó észrevétel volt az, hogy mire van Kácsérnak, és mi jó neki. És abszolút igazad van abban, hogy Kácsérra nem oldottunk meg egy posztot, ami hiányos. Nagyon jól rátapintottál a lényegre, méghozzá ez a hármas, ami játszik Kácsér, Dimun és Kalmár Zsolti, itt a feladatokat jól szabta meg az edző, a Dimunnak és a Kácsérnak. Most ez nagyon fontos elem, mert úgy, ahogy említed, a Zsoltinak a szerepe a pályán. Ha Zsolti pályán van, a Zsoltira vigyáznak. És ezáltal azért olyan feladatokra késztetjük az ellenfelet, hogy egy Kalmár Zsoltira azért két ember oda kell, hogy figyeljen, mert a Kalmár Zsolti olyan képes a pályán, akár egy villanásból, hogy gólt eredményez. Na most ez egy, én szerintem ehhez alakították most a középpályánkot, ehhez a Dimun, Kácsér és Kalmár Zsolti féle. A Zsolti kapott egy olyan szabad kezet talán, amit a Kácsérnak és a Dimunnak meg kellett oldani. Kiállítás. Gasparik olyasmit mondott, hogy gyakorlatilag a kiállításra hárította az egészet. Ha nem lett volna kiállítás, akkor ők nyernek. Viszont én más szemszögből néznék rá, arra, hogy a kiállítás még nem azt jelentette, hogy ott azonnal beírták azt, hogy kapott gólt a Nagyszombat, hanem az edzőnek is volt lehetősége változtatni a taktikán, úgyhogy szerintem hiába sírt a Gasparik. Ha azt mondjuk, hogy mi jól kezeltük ezt a kiállítást, mert sokszor az van, hogy a ellenfél akkor behúzódik, és néha ellenfél rúg gólt, mert nehezebb játszani, ha jobban odafigyel a csapat. Az ellenfél és a Gasparik edző szerintem nem kezelte jól a kiállítást, és emóciókkal tele döntéseket hozott, hibás döntéseket szerintem, és ott kellett volna figyelni, mert még mindig volt neki ideje korrigálni. Na most ott kezdeném, hogy a kiállított játékos jött le pályáról, és Gasparik még valamit mondott is neki, ami nem odaillett. Szóval megrótta a játékost, hogy mit csinálsz, édesöcsém? Miért kellett ezt a sárgalapos falut meghúzni? Most akkor nem tudom, miről beszélnek. A kiállítás jogos volt, ez egy eleme mérkőzésnek. Akár Manchester City-ről. Így van. Akár Manchester City-ről, akár Nagyszombatról beszélünk, ez benne van a meccsben. Szóval egy edzőnek ezzel élni kell, ezzel számítani kell. Na most az, hogy ők nyernek,
Na most én visszatérnék picit arra, hogy a sajtótájékoztatón ültem, ugye én meghallgatom a két edzőt, és aztán elmegyek meginni a söröcskémet, de, és én nem vagyok egy szlovák szakos, de nem úgy adta vissza a magyar média és a média azt, hogy Gasparik ezt mondta, hogy kijelentette, és nagyon érdeklődve vártam a gulánok a reakcióját, azt, amit kijelentette a sajtótájékoztatón. Diplomatikusan kiradírozta. Mit ez beszélt? Én nem is értem, hogy hogy jelent, ha akkor, ha nincs kiállítás, ha nincs, de meg ha, meg talán. De volt kiállítás. Volt kiállítás, és jogos kiállítás volt. Akkor miről beszélünk, kedves Gasparik úr? Én nagyon necces, én nem ezt vártam. Másik dolog, nem mi állítottuk, hanem a játékvezető. Így van, és most nem mondhatja ez a Gasparik, hogy most leadott nekünk talán 5%-ot a játékvezető. Ja. Nem, ez, ami hibák voltak, az ide-oda is volt hiba, és én szerintem nagyon jól levezette ezt a meccset. És hagyjuk ezt meg. Természetesen fájó egy vereség, természetesen fájó egy olyan vereség, amikor fölrobban a stadion, és látják, hogy a magyar hogy ünnepel. Én ezt mind megértem. De hogy így nyilatkozni, hogy sehol se volt a Dunaszerdahely. 200 sztrác, ilyesmit mondani, hogy amikor elvesztünk a pályán, vagy sztrácsilismus, szóval mi szerintem 90 percig mindig mást játszottunk, nem volt az egész meccs olyan, hogy ugyanazt játszottunk volna, de hogy mi kiestünk volna a meccsből, a sztrácsilismus, a nazápaze, hát mondom, miről beszélsz? Nem értettem a csávot. Nem értettem a pasast, mondom, lehet, hogy nem egy meccsen voltunk, vagy beszombítottam. Koncentráltan játszottunk, és meccsben voltunk. Nem volt olyan fázis a meccsnek, amikor elvesztettük volna a fonalat. Természetesen volt egy olyan fázis, amikor a ellenfél rátett egy lapáttal, és gyönyörűen visszazártunk, és próbáltunk, aztán volt ilyen fázis, ez nem titok, ez oké. Okay. De hogy mi most sehol se voltunk a pályán, meg hogy elvesztünk a pályán, Gasparics, az, hogy csinál két támadást, pontos, és egy lövést egy méterre mellé, nem azt jelenti, hogy pontosan, mi nem voltunk pályán. És akkor még az előző mondatával meg az, hogy pontosan nagy taktikai csata volt, és ezért volt kevesebb helyzet a futballpályán. Hát könyörgöm, a Veselovszkinak az a lövése másik fél időben, ha bemegy, akkor egyet nem szólhatnak. Dolgoztuk ki a helyzeteket, fokozatosan felöröltük ezt a nagy szombatot, és ez gyönyörű, ez edzői munkát mutatja. Ez egy edzői munkát mutatja, fölőröltük ezt a nagy szombatot, és ennek tudható be a kiállítás, ennek tudható be az a sárgalap, amikor már egy játékos nem bírja a nyomást, és egy játékosnál becsúszik az a faul, amikor természetesen jön a másik sárga, és tessék mennyi zuhanyozni. Hát ez Gasparik úr, ezt így kellene tudatosítani. Még megjegyzem azt, hogy ha arról beszél, hogy sehol se voltunk, messze nem voltak olyan helyzetei a nagyszombatnak, mint nekünk. Első fél időben Köztovicsnak azt szerintem 10-ből 9-et berúgja a szélről, amit kapott labdát, és egyből, második hullámból futott neki. Óriási helyzet volt. Második fél időben lövések. Nagyon jó ez a nagyszombati kapus, nem pattan ki róla. Voltak olyan nehéz lövések, amit kosárba fogott földön, ami nagyon nehéz. Köztovics fölé rúgott megint, óriási helyzet volt, és volt egy lövése, amikor elfutott oldalon, és kevés kapus a szlovák ligába helyezkedik úgy olyan jól, mint ez a nagyszombati kapus, mert ez oké, okay, ő kiütötte, és úgy nézett ki, hogy mindennapos dolog, de nagyon jól helyezkedett, mert szerintem más, illetve 3-4 szlovák kapusnál ez gól. Az a lövés. Úgyhogy 4 ilyen óriási helyzetnél azt mondani, hogy sehol se vagyunk, nagyszombatnak nem voltak ilyen helyzetei. Így van. Így van. Az edzői kvalitást mutatja az, hogy Gulájék megmerték húzni azt, hogy egy 3-as cserét bevállalni egy tapasztalt játékosokat, amit ők nem tudtak lereagálni. Most itt jött a 3-as csere, ugye jött Ramadan, akit láthatott, hogy a kispadon van, és láthatta azt, hogy ha elemzik a videóelemző, elemzi a másik fél idei játékunkat, akár melyik meccsen, rácserélünk, egy olyan Ramadant viszünk be, aki agilis,
erre kellett volna számítani. Jött egy Szántóregő a szélén, erre megint csak kellett volna számítani, mert nagyon megnyílt az a széle. Szántóregőbe is rúgta azt a centert, amit befejeltük. Szóval nem tudták lereagálni ezeket a dolgokat, és lehet, hogy Gaspariknak ez fájt egy picit. A visszatérve a Dac nagyszombat mérkőzéshez, én kiemelném azt, hogy taktikailag is sokkal jobb volt a mi edzőnk most, mert pontosan arra időszakra, amikor kiállították a nagyszombati játékost, és nyomást kellett gyakorolni, ha nekünk ez nem sikerült volna, ha addig mi futkározunk labda nélkül, és nem aktívan védekezünk, és elfáradunk úgy az előző mérkőzéseken. Itt most jó tempót diktáltak, jól meg volt beszélve, hogy mikor spórolunk, mikor nem, és akkor pontosan ebben a pillanatban szinte daráltunk. A nézők is érezték azt, hogy itt muszáj, hogy gól essen, mert egyszerűen a nagyszombatot a kapuhoz nyomtuk, a 16-oshoz nyomtuk. Pontosan így van, ahogy mondod. Ez annak a mutatója, amit Gula kivárt a cserékkel. El volt készítve a csere. El volt készítve, és hogyha ha kiállítás, ha nincs kiállítás, a cserék az mindenféleképpen megesnek szerintem, és ezzel tudtunk újítani, és azzal se értek egyet, hogyha nincs kiállítás, akkor nem nyerjük meg ezt a mérkőzést. Olyan fonalat kaptunk el abban a fázisában már a meccsnek, amikor a nagyszombat csak elvétve került a kapunk elé. Néhányszor sikerült nekik megbontani a szélén a játékunkat, de hát olyan magasságban helyezkedett a portugál is és Anzuana is a pályán, hogy természetesen ez magát beszél, hát két védővel játszottunk, azt lehet mondani. Ezek a dolgok nem ülnek, amit ezekkel a cserékkel nem állítom 100%-ra, nem biztos, hogy ezekkel a jó cserékkel nem tudtuk volna akkor is nyomást gyakorolni, ha nem állítják ki, nincs kizárva, nem zárnám ki, és lezárnám ezt a Gaspariék témát azzal, hogy végeredmény az, hogy kiállítottak, ő zárhatott volna, nem zárt, mi kihasználtuk, nyomást gyakoroltunk és rúgtunk. Egy gyönyörű gólt. Kérdezem tőled, hogy mit szólsz ehhez a gólhoz, mert három ember jutott az eszembe. Te, mert említetted, hogy és láttam is abban az időszakban, amikor aktív focista voltál, hogy sok gólt fejeltél, és eszembe jutott az a találkozás, amikor a Néróba interjút csináltam a Radványival, és ott ült a Tóth Laci, és miután befejeztem, Tóth Laci megkérdezte, hogy oda ülhet mellénk, és akkor képzeld el azt a következő két vagy három órát, amikor ott ül melletted, és mi hárman beszélünk azzal a két legendával, és mind a kettőnek olyan tehetsége volt, és nem csak tehetsége, de annyit dolgozott azon, hogy jó fejelő legyen, hogy legendával váltak pontosan, és ez jutott az eszembe, amikor ilyen gólt láttunk. Még messze van a legendál, soha nem lesz olyan legenda, mint ez a két játékos, a Köztavics, de a gól emlékeztetett ilyen szép időszakra. Egy véleményem az, hogy egy fejelő, jól fejelő játékoshoz nagyon fontos a két szélső, aki akár legyen bek, akár legyen futó, aki pontosan, erősen, megfelelő időben rúgja azokat a centereket. Most magamról tudok beszélni, nekem volt akár egy Flőrich Feri, aki jobbeket játszott, vagy akár egy Nagy Adorján, vagy akár Gőg Árpi például, aki fejbe rúgott engem. Homlokodra várta. Oda rakta a labdát, és képes voltam az alapon arról befejelni a labdát, mert olyan erővel jött, olyan erővel fejeltem meg, hogy a kapus vetődött, és róla pattant be a labda. Na, ezt hagyjuk már Szigetit, de inkább beszéljünk a Tóth Laciról, aki szintén elképesztő mennyiségű gólt fejelt. Auditor Majoros. Így van, ez is itt is, és a Radványi Miki is. Jó, Miki azért lábbal is eredményes volt, a Mikinek kimondottan óra volt a gól. Mikit én a Dac történelmének első öt játékosával beleraknám, az biztos vagyok benne, holott ez már az nagy szó. Legyen akkor első tíz, de akkor is nagy szó. És őnek is nagyon jó érzéke volt a fejjátéka, vagyis ugye a fejes góljára.
Na most ehhez a Krsztovics gólhoz kellett egy Szántó Regőnek egy megfelelő centérje, és hát jókor volt, és kellő erővel meg tudta fejelni. Mit tudnak ehhez hozzátenni még? Nagyon örültem neki, és csak én van, amit hozzá tudnak tenni. Például az, hogy én most már megint csak edző szemével nézem, hogy egy morálisan nagyon-nagyon fontos, egy olyan meccsen akkor rúgni a gólt, és rúghatta ezt Krsztovics is, akit most már tényleg oda kell tenni, hogy van egy Krsztovicsunk, és ennek az ára növekedik. Hogy az edzőnk megcsinálta azt, hogy levette a Kalmár Zsoltit és a Gácsát, és bedobott helyettük fiatalokat. Ez egy marása nagyon-nagyon fontos tényező, mert itt egyenlítődnek ki azok a dolgok. Természetesen Krsztovicsal már nem lehet beszélni, a föld feletti el 2 méterre, vagy 20 centivel. De hát most hálát adjunk a Istennek, hogy van egy Krsztovicsunk. De és ezt egy nagyon rövid, de látom, hogy húzzák le, pontosan olyan dolgok miatt, miről beszéltünk, hogy mérkőzésre javít magán. Így, pontosan, így van. Látni, szemmel láthatóan látszik a egóján, hogy csökkenik. Most ez nagyon fontos, mert ezáltal csapattá érünk. Itt nincsenek most már kiváltságok, nincsenek olyan dolgok, hogy nekünk Kalmár Zsolti válogatott játékosunk van, akár volt Schiefer Andrisunk itt, és aki egy picit elszállt annak idején. Ezek tények, ezek magáig magukért beszélnek, ahogy edzőkkel beszéltek, stb. És így érik csapattá, és itt meg kell, hogy említsem azt, hogy most a Premier Ligában is van egy ilyen csapat, az pedig az Arsenal, aki az edző keze nyomát szemmel láthatóan látni, és ezt érzem most Dunaszerdáján. Már most Gulának a kezét érzem, meg a Borbé Balázsnak a kezét érzem, meg van ott még egy edzőnk, érzem azt, hogy kezd formálódni csapattá, erősek vagyunk, van húzásunk. És még én hozzátenném azt, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van a szurkolóknak itt. Az a kóreó, amit most csináltok, az a füst, amit ugye gondolom megengedtek, hát most nem tudom, hogy a Nagyszombatnak megengedték, de fölgyújtották megint a szektorukat. Szóval az, amit a srácok csináltok most nem tudom, én a két dobost, mikor vitték ki a dobokat, akkor nagyon megdicsértem a fiatal gyerekeket. Nem is ismertem őket, és láttam, hogy egy két fiatal srác, hogy meg dicsértem, hogy gyerekek, jól nyomjátok, de ez a koreó, ez nagyon szuper volt. És ez nagyon fontos szerintem, hogyha ezeket a játékosokat rá tudjuk arra venni, hogy tudatosítsák azt, hogy ezek a nézők, aki 6600-an voltunk most kint, vagy 6600 valamennyi. Hogy a egész Fortuna Ligában együttvéve, hogyha 3 fordulót összeszámítunk, annyi ember nincs. Szóval ha ezt látják, hogy a nézők mit megcsinálnak értük, és milyen fanatizmussal ott vannak a gyerekek, szóval hát nem lehet nem ott hanni a szívüket a pályán. Talán beszéltük mindenről, és jön az egyik legjobb téma. Újból visszatértek a nézők. Láttak a Dac-Nagyszombat mérkőzés előtt egy olyan mérkőzést, ami nem alig 4000 nézőt hozott a Nagyszombat meccsen, hanem 6600-at, és következik egy on-tour Trencsénbe, és otthon Rózsahegy ellen játszunk, azt a mérkőzés, ami elmaradt, és a Slovan fáradt. Ha nem is érjük utol őket, nagyon érdekes két mérkőzés lehet, és a játékosok is gyakorlatilag a fináléval egy nagyon jó szájízzel úgy húzhatnak a szezonnal, a nézőkkel is. A hazai mérkőzésen akár egy fiesta lehet, ha jól kivitelezzük ezt a két mérkőzést. Talán kezdjük a nézőkkel, hogy újból jó hangulat van. Igen, jó, ezt is akartam kérni tőled, hogy azt hiszem, hogy vannak személyek, akiket ki lehet emelni azért, hogy visszatértek a nézők, és nem mentünk bele mi se negatívumba a műsorunkba, és próbáltuk rábeszélni őket, hogy nem az a megfelelő út, hogyha ignoráljuk a csapatunkat, és ilyen győzelmekre vagyunk képesek, mint a Nagyszombat ellen.
És ez a ontúros dolog is, akár a buszokkal, amikor nem tudom, a játékosok, vagy a egyesület szervezte ezzel, vagy hogy történt ez, nem vagyok benne képbe. Ez nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy ez a 6006 is annak a mutatója, hogy az emberek megértették azt, hogy egy csapat mellé kell állni, még hogyha vannak rossz döntések is a klubvezetésben, vagy rossz döntések is a játéktéren, a játékosokkal, vagy hozzáállás kérdés az egész, de meg kell érteni azoknak a játékosoknak, ez a munkájuk, és ezt kell csinálni, és a futballt, azt még mindig a nézőkért játszák. És ez, hogyha megértik, összecsiszolják ezek az edzők a csapatunkat egy csapattá, akkor a nézők nagyon hálások lesznek. Van még két mérkőzésünk, az első a Trencsén elleni. Hát elsősorban szerintem ne aludjunk el, és most ne dicsérjük túl a csapatot, hogy nehogy az legyen, hogy megint egy csalódás, hanem minimum azt a nívót tartsuk, ami van most. Úgy, ahogy mi tudjuk itt, és sokan velünk együtt, ugye az edzőink is tudják, hogy most egy kicsit nem elszállni, és biztos vagyok benne, hogy ki fogják dolgozni. De itt van egy de, különben, hogy nagyon jó a út ez most, hogy összerakták, és a eufória, meglovagolni ezt az eufóriát egy kicsit játékosnak, játékost formába tartani, elenged, mert akkor mindig jobban sikerül valami, mikor nem görcsösek vagyunk, hanem egy kicsit úgy akár szántóregő beadására is gondolok. Igen. Ha egy görcsös szántóregő megy be a pályára, akkor nincs az a beadás. Átrúgja, vagy kirúgja a stadionból. Szóval ezek a dolgokat meg lehet, ez pszichológia és pedagógia, amit az edzőink tudnak, tanulták, velük született. Mondjam azt, hogy velem is. Isten ments. De ezeket nem lehet, ezt nem lehet tanítani. Nem lehet könyvből megtanulni. Hogy mikor kell egy játékosra úgy beszélni, hogy édesfiam, majd szállj, hogy nem. Jó edzők ezt tudják. Brányik Sanyi bácsi, az ő egy professzor volt, mikor életemben egyszer ültem a kispadon ellene többször, de öltözőben, amikor ő előadott, szóval egy professzor volt, ő egy Ancelotti volt. De ez... Nagy edzők ezt tudják, és Gasparik most mutatta meg, hogy lehet, hogy tehetséges, de még messze nem kész edző, bemutatta úgy a döntéseivel, a mérkőzés alatt, úgy a sajtótájékoztatón, a nyilatkozatával, hogy még messze van attól, hogy komplex edzőnek nevezzük. Pontosan. Visszatérve ehhez a két meccshez nem lesz könnyű meccs. Nem számítok én könnyű meccsre, mert a Dunaszerdai kezd visszatérni ahhoz a Dunaszerdaihez, amikor már most már fogják tudni, hogy ettől a Dunaszerdaitől félni kell Krisztovistól, ha bár most nem fog pályára lépni. Kalmár Zsolti is kezd, ha még nem igazi a Zsolti, de már látom rajta, hogy nagyon igyekezik, nagyon sok dolgozik magán, és fog kelleni félni a Dunaszerdejtől, akár idegenben, akár a hazai pályán. Mert ezek nagy győzelmek, amit a Nagyszombat ellen akárki akármit is mond, most beszélünk Fortuna Liga szintjéről, ne Serie A, meg Premier Liga szintjéről, ami a tegnapi Tottenham Liverpool volt, én csak fölvételről láttam, mert nem tudtam megnézni a meccset, de hát az, ami elképesztő. De hát most beszéljünk Fortuna Liga szintjéről. Ezek nagy győzelmek, amiket megrúgtunk, kigüriztünk a Nagyszombat ellen. Én mondom vagyok, hogy a Dac-Nagyszombat mérkőzés, illetve ezt a három pontot úgy kellene lezárni, hogy a pontot a íre nem tettünk még, hanem Trencsénbe kell tenni, és a hazai rózsahegyi mérkőzésen úgy a teljesítményekkel, úgy a hozzáállással, és úgy a pontszerzéssel, és akkor zárjuk le a nem csak a nagyszombati mérkőzést, nagyszombat elleni mérkőzést, hanem az egész szezont. Nincs befejezve a munka, nincs befejezve a Dac-nagyszombati mérkőzés, így venném az egészet. Igen, pontosan nem szabad megelégednünk arra, azzal, hogy becsúszon egy döntetlen. Minden pontért meg kell gürizni, és most lehet, hogy most tudatosítják azt a játékosok és edzők, hogy az elhullajtott 4 pont, ami volt, hogy mennyire szükségünk lenne rá. Vannak, akik írják, hogy nem vettük azokat a meccseket komolyan. Minden meccset megnyernénk, akkor simán nyernénk a bajnokságot. Hát ez úgy sült el.
Én is aláírom azt, hogy nem vettük komolyan azokat a meccseket még, talán. Persze, hogy benne van a pakliba, de az már volt, azért mondom, hogy vegyük komolyan ezt a két mérkőzést, és játékosok látják, hogy milyen vékony az a csík, apatikus közeg, apatikus játékosok, apatikus csapat között, és a olyan emocionális és pozitív dolgok között, mint például ez a mérkőzés volt, minden a játékosoktól függ. Így van. Ő hiába fog idejönni akármilyen edző, a szurkolók kitehetik a lelküket, hogyha nem tudatosítja egy játékos, vagy az a 11 játékos, vagy akár az a 20 játékos, aki a káderben van, hogy mit jelent, vagy mit kell megtenni a győzelemért, akkor itt meghúzódhat bárki is. Inkább végén ilyen sport gondolat, hogy nem teljesen értem a mai sportolókat, hogy a focista karrierje nem hosszú, 10-12 év, mondjuk kabusoknál 15 plusz. És lehozni egy szezont úgy, hogy alig játszunk jó meccset, még olyan, hogy taknyolódása egész, hát mire fogsz emlékezni a 2022-es évből? Szóval... Itt egy picit, így pontosan ez jó, a megközelítés, amit mondasz, hogy egy játékos, ennek nagyon sok összetevője van. Nagyon, nagyon a hangulat, a klubon belüli hangulat, mennyire hullámzó, háttérmunka, mennyire tud odaállni, és itt ne felejtsük el, hogy két tábor van. A futballista az mindig egy munkás, aki edző is, de az mindig egy olyan, aki kimegy, és azt fogják isteníteni, most Krisztovics mennybe emelik. Szóval mindig rajt a játékosokon függ a klub, hogy mit tudsz kihozni, de ez a körítés hozzá, az a háttérmunka, sportigazgató, tulajdonos, edző, szóval hogy tudja, és most már talán Gulának sikerül. Sikerül olyan úgy kialakítani ezt a játékos szemléletet, néhány játékosnál lehet, hogy szükséges volt Balogh Norbi és Ciganyiszki elküldése, nem tudom, nem tudjuk, hogy mi volt, nem tudjuk, milyen háttérmunkák voltak, nem tudjuk, hogy ki hogy beszélt, és hogyha nem illettek a mozaikba, akkor ezt el kell távolítani. Én nem mindig értek egyet azzal, hogy egy-két embernek a nyakába varni a közhangulatot, mert ezt máshogy is lehet kezelni. Annak idején én is játszottam csapatban, és mi máshogy kezeltük, ha volt olyan játékos, aki esetleg nem állt be sorba és nem húzott. Ezek az edzők dolgai, ez pszichológia, pedagógia és ezek az edzői tulajdonságok. Nagyon fontos, hogy meg legyen tartva egy dolog, a hozzáállás, ami mindent meg tud változtatni, és helyre tud hozni olyan dolgokat, ami nem is szakmai dolog, hanem egy jó út arra, hogy tudjál nyugodtan dolgozni, és nem feszült hangulatba dolgozni. És a nézők is higgyék el, hogy a játékosok komolyan gondolják. Ha ez megvan, ez be tudja így spékelni a csapatba a edzői stáb, akkor ez jó kezdet ahhoz, hogy elérünk nagy sikereket, és stadionba, idegenbe és on touron és otthon azt kiabáljuk, hogy... Hogy hajrá, Dac! Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Hajrá, Dac!